Bocs, eltelt 2 hónap, hogy írjak beléd. Úgy kezdődött, hogy elköltöztünk másik városba, Fix Luxba, ahol még nem tudják, milyen rossz kisfiú vagyok. Anyikámnak papa vonaton azt mondta, hallottam, Brigitám, én nem tudom, és most mondott egy csúnya szót, de nem írom beléd. Mit csináljak ezzel a kölökkel? Remélem, ezen az új helyen megembereli magát. Ha nem, agyon csapom. Szégyen, gyalázat ilyet mondani. Most ágyban fekszem, a szép új házunkban, mert megfáztam, amikor ide utaztam. Én Celestina nővére állandóan ellenőriz, hogy fekszem-e, s a ruháim eldugva. Ilyen egy aljas merénylet. Hallottam, Moore doktor azt mondta Lilinek, nincs semmi baj a torkának, de úgy kell tenni, mint a nagyon beteg lenne, mert képes tönkretenni az esküvőnket. Milyen tévedés! Azt hittem, a doktor egy becsületes, de megálljatok! Korán reggel egy lepedőbe öltöztem, mint egy kísértet. És elslisszoltam a templomba óvatosan, mint egy kisegér, és elbújtam az orgona mögé. Végre összegyűltek a népek. Az orgona nagyon szeliden játszott, megkezdődött a ceremónia, amikor a tisztelendő úr mondta, ha pedig van kifogása valakinek ezen házasság ellen, kiugrottam az orgona mögül. Igen, van! Kiáltottam, és tovább is mondtam, hogy szeretném tudni, milyen sógor az, aki olyan szívtelen, hogy hánytatottad, és nem enged felkelni, amikor a szép nővére férjhez megy. Istenem, hogy rögtek a népek, csak a familiám nem. Igazán nevetlenség rögtélni egy ilyen szent helyen. Moore doktor azt mondta, igazad van, Georgie, itt a helyed. Hívd elő a kislányt. Nagyon megijedt. Igen, a kislányok ijedősek. Én meg egyszerre ott álltam. Pucéram. A tisztelendő elájult. Moore doktor ölbe kapott és gyorsan hazaszaladt velem, majd vissza templomba, hogy a szertartás folytatódjon. Azért részt vehettem a lakodalmon. Liliék meg elutaztak Velencébe, ahol az utcák vízzel vannak kikövezve. Amit a nászutasoknak csináltak a vízvezeték szerelők. Igen, szép, jó szeles tavaszias az idő. A fiúk sárkányt teregetnek, szegény Georgie-nak nem telik rá, hogy sárkánya legyen. De jó ötlet! El is lisszoltam a sürgőnyhivatalba Mr. Bixbaumhoz, Betty udvarlójához. Megkérdeztem jó hangosan, hány naponta festi a bajuszát, és miért ugrottak szét Bettyvel a diványon, amikor valaki belépett a szalonyba? A kollégái rögtek, ő meg gyorsan adott 5 centet, smúcik alak, csak hagyjam abba. De elég lett a sárkányomhoz, kedves naplóm. Plusz kellett a papa új japán sejemernyője is. Gyönyörű hosszú farkat csináltam neki Betty és Suzy sejem sájából. Kipingáltam ügyesen Anyika párizsi arcpirosítójával. Kislisszoltam vele a létre. Fájintosan repült felfelé. Flora Adamson megkért. Hadd fogjál kicsit! Jó, rákötettem, nehogy elengedje, de azt se tudtam mondani. Egy perc, kimehetsz? A sárkány elragadt, és már túl voltak Miss Bender 3 emeletes házán. A virágárus lány térdre esett, mert az itt eljött az ítélet napja, repülnek az angyalok, de szerencsére le tudták szedni egy fáról a tűzoltók. Hanem hát kiderült, ez egy esős város. Nagyon aggódok papa sejemernyője miatt. Hanem hát képzel, ma van április 1-e, a bolondok ünnepe. Olvastam egy jó hetszet a pénztárcával. Elvettem anyikáét, kölcsön, de csak egy pénz volt benne,
papír. Hát jól megtömtem még más papírokkal, és kiraktam az utcára, a flaszteres lestem, hogy sül el a dolog. Nem sokára arra jött egy csavargóféle, mikor észrevette a bukszát, felkapta, és újjé, szaladt, mint a nyúl, pedig addig sántított. Tegnap este megkérdeztem Tintit bizalmasan, mitől dobog a szívem olyan gyorsan, ha ránézek Liszka Denverre. Hát nem tudott, te csacsi, szerelmes vagy, de megígért, hogy nem mondja el senkinek. Én sem mondom el, hogy lopikáz a papa szivargyait sólyom szem részére. Anyika begyött a konyhába, és megkérdezte, Tinti, nem láttad a bukszámat? Benne volt Illi kelengyére $100. Én elájultam. Jászusom, biztosan nagy melegtől, mondta Tinti. Azt hittem, megüt a kuta. Szegény kisfiúk szégyen és gyalázat mindig megjárják, és az eső is esik, hanem hát itt le is ereztem a függönyt. Kedves naplóm, miért hiszem a rabszolgáknak és az özvérhajcsároknak is jobb a dolguk? Meg is teszem az előkészületeimet, hogy világgá menjek. Nem tudom felfogni észre, miképp örüljön az életnek ilyen helyzetben egy kisfiú, akinek mindig ilyen egy pekje van. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjuk!